Makóváros önkormányzata mintegy 730 millió forintos támogatást kap a kormánytól Honvéd városrész rehabilitációjára. A beruházást három ütemben valósítják meg. Elsőként felújítottak 14 szociális bérlakást, hamarosan elkezdődik az infrastruktúra fejlesztése, végül pedig egy közösségi ház, valamint egy sportpálya is meg fog épülni. Fontosnak tartjuk, hogy a legnehezebb sorsú makói polgártársainkon is támogatólag, illetve segítségnyújtással forduljunk, hiszen ugyanolyan joggal rendelkező polgárai ő is a városunknak, mint a más városrészben élők. Az utak felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírására tegnap került sor. Ennek keretében 14 utca kap majd új burkolatot, összesen 3347 méter hosszan. Továbbá csapadékvíz elvezetés kiépítése valósul meg több mint 3800 folyóméter hosszúságban. A munkálatok elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot a Délút építő és bányászati Kft. Adta. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy több pont, több helyszínen fogunk megjelenni itt a kivitelezés során, tehát nem utcánként haladunk, hanem több munkarészt, illetve több utcát és több területet fogunk igénybe venni. A gépeink, eszközeink úgy gondolom, hogy mozogni fognak. Hát ezen is kérjük nyilvánvalóan a lakosságnak a megértő türelmét, ami, ha minden igaz és jelen tudásunk szerint az időjárás is kedvez, az július végéig fog tartani. Tehát bízunk benne, hogy a szerződésben szereplő kivitelezési véghatáridő előtt sikerül ezt a beruházást teljes mértékben befejezni és megvalósítani. A szerződés aláírásán jelen volt dr. Sánta Sándor is, aki 8 éve képviselője Honvéd városrésznek. Elmondta, már 1994-ben kezdeményezte az utak karbantartását, de akkor nem talált meghallgatásra. Most viszont személyes jelenlétével kívánja támogatni a kivitelező munkáját. Ez egy nehéz helyen lévő település, vagy település rész, de hát hogyha megkaptuk ezt a pályázatot, és itt megemlítem polgármester asszony mellett a képviselő úrunknak, Lázár Jánosnak a nevét is, aki hát úgy szintén támogatta ezt, és talán döntő része volt, hogy ezt a pénzt megkapjuk. Most a mi feladatunk az, hogy ezt jól használjuk föl. Az érintett utcák két rétegű bitumenes, szilárd burkolattal lesznek bevonva. Ehhez megvalósul a szükséges altalajtömörítés, ami további 20 cm-es homokos kavics, illetve további 20 cm zúzott kő útalaborítást is jelent.